Szép estét kívánok mindenkinek, ez itt a Lottes Klub, én Lottes Krisztián vagyok. Egy új talk show a TV13 műsorán ebben az időben, hetente, ahogy már megszokhatták, múlt héten is elindultunk, és hát remélem, hogy kísérték figyelemmel a műsorunkat. És hogyha így teszik az elkövetkező hetekben, akkor hétről hétre egy-egy új sztár vendéggel ismerkedhetünk meg együtt, beszélgetünk, illetőleg hát egy kicsit komolyabban is megpróbálunk velük elbeszélgetni. A következő vendégeimmel nem biztos, hogy sikerülni fog, hiszen köszöntetem a stúdióban, a Lottes Klub stúdiójában az Animal Cannibals nevű csapatot. Név szerint Ricsit és Kuka Elszit. És ugye az volt szó, hogy kicsit megkeveritek egymást, de hát én pontosan ismerlek már, hát nem is 15-20 mindig a sapkás a Ricsi. Igen, a sapkás a Ricsi. Megmondom őszintén, amikor ezelőtt olyan 15-20 éve először láttalak a színpadon benneteket, egyértelmű, hogy fogalmam se volt, hogy melyik ötök melyik. Hát kérdezném azt, hogy honnan jöttek ezek a nevek, mert bár én tudom, de a TV13 nézői nem biztos, hogy tudják. De képzeld el, van egy ilyen kis kötődésünk a 13. kerülethez. A 13. kerület az egyedüli kerület Budapesten, ahol mi körbe mentünk szórólappal, fénykép és név aláírása, hogy tudják, be tudjanak minket azonosítani. Tehát a 13. kerületben minden lakosnak eljuttattuk még 1989-ben, hogy melyikünk kicsoda. Így van. Akkor most ne cseréljetek helyet, mert már előre kinéztem, hogy ki hol ül. Ugye? Tehát akkor még egyszer Kuka MC és Ricsi P. Szevasztok. Szia. A Lottes Klub egyébként a második műsorát forgatja ezen a helyszínen, és nagy megtiszteltetés, hogy eljöttetek hozzám ilyen gyorsan, és hogy nem vártunk sokat. Pont egy hetet kellett ránk pont várni. Pont egy hetet, igen. Nem csak arról fog beszélgetni, hogy lemez, meg hogy ezek a sablon kérdések, hanem hogy általában, hogy ti ezt az egész szakmát hogy látjátok, hogy kezdtétek el, mi történt az elmúlt 15-20 évben, mert hogy hát sok a zsömle az drágább lett. Igen. Azzal. Tehát az elmúlt 15 évben a zsömle az megdrágult. Nem mindenhol. Nem mindenhol. Jelentősen drágább. Picikét még kanyarodjuk vissza angyalföldre, azért azt is mondjuk el, mert azért az igazsághoz tartozik, hogy mi 89-ben alakult a Kukával ez a Animal Cannibals dolog, aztán én 90-ben csatlakoztam a zenekarhoz. DJ Ubi egyébként, aki a harmadik tag volt, már nem tagja a zenekarnak 91 óta, tehát mi nagyon rég óta együtt vagyunk. Viszont 92-ben a 13. kerületben gyakorlatilag a Tóbiás diszkóban, a Margit szigeten tartottuk meg. Szerintem a harmadik, negyedik fellépésünk lett az. Mindegy, de az egyik legemlékezetesebb, amikor koreográfiánk szerint, bár sose volt ilyen, de koreográfiánk szerint így ritmusra egyszerre léptünk két oldalra. Kiléptünk, és pont akkor landolt benk a színpadon kettőnk között egy sörös korsó. Már akkor is tetszett a művészetünk. És akkor még ilyen pici, ilyen kis vékonyabb, hasonló emberkék voltatok, mint én. Kevesebb évgyűrű volt rajtunk. Igen, viszont azért mondjuk el, hogy túléltük. Tehát akkor nem ismertek még minket, csak jött két ugri-bugri srác, akik is szövegeltek a zenére, ott volt Coco Jumbo, meg mindenféle jó szám, Modern Talking, és ehelyett minket kellett néznünk, és csak egy darab sörös korsót kaptunk kettőnk közé, úgyhogy mi ezt köszönjük utólag is. Nem csak nézni, de hallgatni is, mivel hogy mi ezt prezentáltuk akkor annak idején a klubokban. Ezt én tudom alátámasztani, és hogy én is nagyon sokat játszottalak benneteket, innen egyébként az összefoglalás. Sörös korsót dobott hozzánk, emlékszel? Én mindig pont az voltam egyébként, nem is sörös korsó, hanem koktél. És igen. Itt az átkötés, de jó sikerült, nem sörös korsó, hanem koktél, a kínálnánk meg igen. Benneteket. Egészségetekre. Köszönjük szépen. Köszi, Timi. Tehát gyakorlatilag ti, ugye most már, ha jól számom, 22 éve, több mint 22 éve a szakmában vagytok. Hip-hop, rap, melyik, ami nektek szimpatikusabb? Ez a kettő így. Így egybe? Ez a kettő, mert vannak ugye átjárások, de a hip-hop a nagy gyűjtő kategóriája az egésznek, abba beletartozik a DJ-zés is, nyilván a scratcheléssel együtt, aztán beletartozik a graffiti, beletartozik a breaktánc, beletartozik a beatboxolás, azaz a szájjal való dobolás, beletartozik a freestylozás, amikor rögtönözve rappelnek. Ezt ti mi nyomjátok? Mi a legnagyobb, a graffitibe és breakbe a legerősebb. A belekóstoltam mindegyikbe. Ezt az Elvis-t, ti csináltatok? Nem. Ezt nem. De sörös korsó, vigyázz! Nézd meg itt is. Tehát bárhol, a 13. kerületben mindig ez van? Én nem tudom. Tehát igen, itt vannak ilyen visszatérő elemek, amik működnek. De akkor jó, hát úgy látszik, hogy tetszik a műsorunk, és így dobják. Ez interaktív műsor, mert akkor otthonról is dobjanak, tehát hogy akkor most a lapos tévé felé. Igen, a lapos tévé felé. Szóval a lényeg az, hogy nektek ugye azóta hány lemezetek is jelent meg, mert nekem van öt darab. Na, nagy máz itt van, pont itt van nálunk a legeslegújabb, ez a tizedik. Teletettük ilyen X betűvel, ez akkor nekem római csak szám, amivel jeleztük, hogy a tizedik lemezünk. Igen, ez gyakorlatilag
Hadadjam át neked, mert ez még nincs meg. 2000 forintot cserébe, és akkor számla. Majd adjuk a számlát, az majd műsor után. Köszönjük szépen, akkor az egészség. Igazán az egyszerű lemezünk. 95-ben volt az első lemezünk, ami hivatalosan megjelent. Előtte azért voltak demókazettáink is, de mi onnan számoljuk, hogy, hogy a hivatalosan megjelent CD-től számítjuk a sorszámozást. Több hip-hop fesztivált is szerveztek. Van két zöldesernyős, meg egy piros, igen. Tehát úgy gondoltam, hogy ja, te hogy így, játékvezető, így te legyél piros, mivel a játékosok a zöld. Szóval nektek van egy ilyen minden évben megszületendő fesztivál, ahol ti házigazdák vagytok, közszereplők, illetve főszereplők ezeken a fesztiválokon. Most nem mondjuk ki a nevét ezeknek a rendezvényeknek, de igazából ez mióta van, és kik léphetnek ezeken a rendezvényeken fel? Hát most belekérdeztél, mert mi egyébként több lábon állunk, igyekszünk, tehát nem csak zenekar vagyunk. Azt mondom, hogy több. Na. De hogyha nagyon melegon, akkor... De ülve is két lábon állok. Általában, de van, hogy kézen is tud állni. Tehát a lényeg az az, hogy mi igyekszünk több lábon állni. Tehát van, amikor mi Animal Cannibals vagyunk, mint zenekar, van, amikor Animal Cannibals vagyunk, mint mondjuk... Bábjátékosok. Igen. Van, hogy Animal Cannibals vagyunk, mint hoddogárusok. Nőgyógyászok. Hobbi, nőgyógyász. És van még egyébként az, amikor szervezünk tehetségkutatókat, műsort vezetünk, tévéműsort vezetünk, rádióműsort akkor vezetünk. Mondjuk a Krisztiánnak, mert ő elég jól táncol, tehát a híres arról, hogy nagyon jól táncol, hogy lesz például most egy ilyen breaktánc verseny is, amit kiegészítünk ilyen street dance táncversenyen is. Most a nagyon divatos. De az a baj, hogy ez és hogy menjek én oda? Nem, az a baj, Krisztián, tudod, hogy minimum 3, maximum 5 fő jöhet, és tudjuk, hogy neked nincsenek barátaid. Akkor itt dőlt meg a dolog. Aki esetleg szimpatizál Krisztiánnal, és szeretne vele táncolni, és indulni a verseny, akkor... Szánalomból is ért, tehát nyugodtan lehet nem, jönni. Szánalomból nem. Ja, szánalomból soha. Szóval lesz egy ilyen break verseny, és van egy honlapunk, a nevünk animalcannibals.hu, ez a honlap címe, és ott minden információ megtalálható, hogy nem reklámozzuk tovább a mi kis eseményeinket. Egyébként ez nagyon fontos, mert a hip-hopot az előbb ugye jellemeztem, hogy mennyiféle ága van. Mi igyekszünk egyébként mindegyikre odafigyelni, és mindenhol kitermelni azokat a kis tehetségeket, vagy legalábbis felszínre juttatni, hogyha szeretnének följönni, hogy megmutassák magukat, és megmutassák minél több embernek, hogy milyen színes dolog is ez a hip-hop. Tehát ez olyan, mint egy producerség, mondjuk nálunk, lemezlovasoknál is hasonló nem. A helyzet. Nem, mert a producer nem. Az igazából pénzt is keres ezzel. Mi ezzel nem keresünk pénzt, mi igazából tényleg ezt egy hobbi szinten csináljuk. Az első interakció az volt, hogy szeretném megismerni, hogy kik azok, akik rajtunk kívül még jelen vannak a szakmában, rep előadók. Na azt nem hiszem, hogy nem kerestek pénzt, ugyanis egy nagyon érdekes... Hát ezzel nem sokat. De ide el tudjuk költeni. A nézőknek mondom el, hogy az Animal Cannibals tagjai, a Ricsi P és Kuka MC körülbelül 15 évvel ezelőtt úgy jelentek meg, egyrészt ugye vékonyabbak voltak egy olyan 15-20 kilóval, ráadásul pedig se akkor telefon, még nem volt meg a szemműtétek, se ugye? Telefon, se autójuk nem volt. Tehát ők nem igazán közlekedtek ilyen szempontból, viszont azóta már egy komoly autóval és komoly telefonnal és zseblámpával. Tehát, és zseblámpával, azt köszönjük. Tehát, hogy köszönjük. Van ilyen kis ekkora zseblámpa, tehát ekkorára futja. Én szóval azért én azt gondolom, próbálok utalni az elmúlt néhány évben azért sikerült elég komoly népszerűségre is szert tenni, meg hát azért gondolom azért a... Nem, jó kell házasodni. Ez a titka. Meg egyébként a szerencsejáték is nagyon jó dolgok próbáltam, vannak ilyen... Csak lekaparsz és nyered, vagy bármi. Beixeld és kész van. Jó, tehát akkor tulajdonképpen a hip-hopnál maradjunk, az a ti műfajotok, az, amit ti képviseltek, és ha jól tudom, ti azért más zenét is szoktatok hallgatni. Mi az, amit? Hát nem csak hallgatni, hanem képzeld el, hogy van ilyen profilunk is, amikor elmegyünk DJ-nek. Neked direkt. És elmegyünk DJ-nek, és nem tudnak minket zavarba hozni. Tehát, hogy mi gyakorlatilag... Fogadjuk, hogy te mindenkit elhajtanál egy bikinivel, nem? Hogy bikinit tegye már be nekünk, légy szíve, mint zenekar. De ti játszatok. De mondjuk egy diszkó megnyitón, tehát pláne, tehát amikor okay. Oda kell figyelni, mert mondjuk a zenei arculatát kell látodni egy helynek. Tehát tényleg ti diszkóztok is? Tehát igen, ez, ami az... igen. Egyrészt just for fun, tehát csak úgy hobbi szinten, de... Több ilyen, hogy is mondjam, úriemberrel jöttünk össze, akik azt mondták, hogy ilyen jó DJ-t még sose láttak, de valószínűleg ez azért van, mert mi tényleg próbáljuk így, ilyen szélesen perspektívába látni. És mi, ugye hát szűkkel látunk, mondjuk nyugodtan. Bocsánat, tehát mi nagyon jó szakmunkások vagyunk ezen a téren is. Tehát, hogy egy jó DJ szerintem, mert nem vagyunk jó DJ-k. Egy jó DJ azt jelenti, hogy nagyjából van neki egy stílusa. Tehát ő játszik mondjuk, nem is olyan műfajokat, hogy behatárolható legyen. Mondjuk dubstepet játszik mondjuk, mert az egy híres. Dubstep. Maradjunk a dubstep. Dubstepet játszik egy DJ mondjuk, ugye?
Dubstepset játszik mondjuk, akkor abban ő lehet, hogy tényleg szuper jó, és akkor a dubstep rajongók azok jönnek, és ott nála örjönnek, és mindenki le a kalappal. Van, aki más mondjuk ilyen Schlager House, az jó műfaj? De mi szeretünk mindenfélt, tehát átozzig mindent játszani. Úgy szoktam fogalmazni, hogy Abbától Snoop Doggig. De most őszintén ez nem igazából abból fakad, hogy kevesebb a buli, kevesebb a fellépés, felkérés? Nem. Ez úgy indult el, hogy elmentünk fellépni egy helyre, ahol előttünk és utánunk diszkós volt. Idézőjelben a diszkós, mert ő nálunk is amatőrebb volt, és azt mondtuk, hogy pont van nálunk egy pár lemez, picikét el tudsz menni, innál valamit a pultba, fizetjük. És azóta ott maradt. És elküldtük, és akkor egyszer csak elkezdtek felállni az emberek, mert elkezdtünk játszani a számokat, amik éppen tetszettek. Hát láttuk, hogy panterás pólóba a csávónak jól fog jönni a Klingin, a Name of, a Rage Against the Machine-től, és már hozta is a 10 szimbolát. És aztán megjelent a Chelsea Britney Spears-es hajjal, tudtuk, hogy le kell játszanunk a Britney Spears, és ez nem közös mashup-ját például. És akkor ez így ment tovább, és egyszer csak azt vettük észre, hogy hú, de nagy a buli, és jön a főnök, hogy jöjjünk jövő héten is. Úgyhogy ennél azért régebbi kellettű a dolog, tehát már a Magnós korszakban a Ricsi, tehát gyakorlatilag mi egy tini klubot csináltunk, és a tini klub indulója volt az első olyan rappes dal, amit a Ricsi megírt, és gyakorlatilag ez indította el. Nagyjából a nézőket képbe helyezzük. Ugye, tehát úgy kell mixelni, az egy külön műfaj, ugye amikor a számláló állások alapján kellett kikeresni egy-egy dalt, hogy hol kezdődik, igen, és ezt követni, és azzal, hogy pontosan indítani, aztán jött a sebességváltós deck, az már az Mennyország kapuja volt. Takarítónővel kezdődött, ugye az volt a legnagyobb slágeretek, 95-96. Utána jött a segítsetek. Ülünk a vonaton. Ülünk a vonaton, az is egy elég. Józsefváros, Ne menj, ha hív a lány, és még ki tudja. Tehát azóta igen. A 43.-44. klippünk. Mennyi van tartunk. Úgy összesen tényleg? Tehát így ez dal. Dal és klipp akár. Ez a 10. lemezünk, és mindegyiken 19 track található. Na, beszéljünk erről akkor. Ennyivel kezd mix, 3x-el valami miatt. Ennek is biztos van jelentősége, mindjárt elmondjátok. Maradhatok a hű a hip-hophoz, vagy azon belül is nyilván tudom, hogy ahogy nálunk a diszkon belül is többféle műfaj van, nálatok a hip-hopon belül is ezermillió gondolom. Ez a mostani lemez mire hasonlít, illetve hát vannak-e ebbe is fiatal tehetségek, mert az is tudom, hogy ti sok tehetséget szoktatok felfedezni. Minden kérdésedre válaszunk igen. Tehát... igen, de akkor bontsuk le, 2002 és 2008 között, abban a 6 évben volt egy koncepció a fejünkben, amikor pontosan ezt szerettük volna kitágítani, ezt a fajta látókört és látást mindenki irányában, hogy a rap és a hip-hop vegyíthető más műfajokkal is. Pontosan ezért volt egy Mindent lehet című trilógiánk, ami 3 lemezből állt meglepő módon, és mindegyik lemeznek volt egy koncepciója, hogy milyen más stílusú zenék társulhatnak még a mi műfajunkhoz, illetve kik azok a magyar előadók, akikkel mi szívesen dolgoznánk el együtt. És így egy csomó olyan dal született, amit szerintem sokan ismernek is, akár csak mondjuk kiragadva egyet Somló Tamással közösen, egy kicsikét funkisabb életvilág, a Péntek című dal. Az az én kedvencem és a fiam kedvence is, úgyhogy ezt nagyon szeretem. Ezért mondtam neked. Hát, köszönöm, tudtam én. De vannak egyébként, tehát a 100 fok Celsiustól az Anima Sound Systemig, tényleg ott is nagyon széles volt a skála, akikkel dolgoztunk. Ez együtt. Egyébként egy reklámzene, először reklámra készült ez a dal, vagy először ez a ti fejetekben? Nem, hát ezt a Kuka igazából ezt a dalt ezt hosszú éveken keresztül érlelgette. A zene az már gyakorlatilag lassan 2000-ben 10 éves. Mert tudtuk, hogy van egy nagyon jó zenénk. És a Somló hogy jött be a kérdés? És igazából a refrént magát azt sokáig... Aztán 2003-ban megszültük. Nem, mert sokáig a refrénnel volt elakadva a dolog, mert mi volt a... Béndeg az elpa, hanem a... Nincs más, csak én vagyok című... refrénnel állt a Kuka, és én mondtam, nincs más munkacímmel ment egyébként. Ezt a dalt, ez így nem, mondtam, ez még dolgozás. És 2000-től így visszadobogattam neki, és egyszer csak valahogy, már nem tudom melyikünk agyából kipattant az, hogy péntek az én napom. És akkor innentől kezdve ez egy sor megvolt, és a dal gyakorlatilag innentől kezdve kigurult egy fél óra alatt Kukának a fejéből, és fel is vettük. Aztán ez a és dal... 2005-ben vettük föl mindezt, tehát 2005-ben jelent meg, az is 7 éves. És hogy sikerült a Somlót megnyerni, vagy ez honnan jött? A Somlóval elég régóta jobb vagyunk, 95-ben találkoztunk rá egyébként először, akkor éppen egy ilyen ruházati bolt megnyitóján voltunk, és ő is fellépett, és akkor így összepacsisztunk, hogy jaj, Somló bácsi, csókolom, de nagyon tetszik, amit tetszik csinálni. Hát azért nagy tisztelet, azért úgy gondolom, bácsi. Nektek is vele dolgozni. És akkor olyan meglepődtünk, hogy utána találkoztunk egy évvel később, amikor megjelent a lemezünk, és utána ő is mondta, hogy meghallgattam a lemezeteket, és nekem is tetszik, amit ti csináltok. És csináljunk valami közös turnét. Ő egyből kért föl minket, akkor ezzel nem tudtunk még igazából mit kezdeni.
Aztán, amikor mi kerestük meg jó pár évvel később őt, hogy szeretnénk egy ilyet, mondta, hogy végül is lehet szó bármiről, tehát nyugodtan beszélhetünk ilyesmiről. És az is nagyon vicces volt, hogy amikor ő eljött velünk a stúdióba, akkor még tényleg csak a refrén volt meg. Tehát még csiszolgattam a verzéket, még a verszakokat, és felénekelte a refrént, holott fogalma nem volt arról, hogy közötte mi fog történni, sőt fel is játszotta a szaxofon szólót. Akkor ezek szerint nem is tudtátok, hogy ebből egy hatalmas nagy televíziós reklámzene lesz. Ez később jött, egy 5 évvel, 6 évvel később, amikor egyszer csak felhívott minket a Sörös cég, hogy nekik lesz egy ilyen pénteki akciójuk, és hát azt találták, hogy mi lenne, hogyha a péntek című dal. Egyébként szegény Back to Black-et sajnálom, mert ugye nekik is vagy hasonló, akár péntek, akár szombat. Na jó, de szombatra de ha mondjuk a Sörös cég azt találta volna ki, hogy pénteken és szombaton van akciójuk, akkor viszont tudtuk volna az egészet. Jó, srácok, akkor még egy a jövőbe nézzünk ezzel a lemezzel. Mi a terv? Erről lemezről elkészült egy vadidonatúj videoklip, elméletleg még az is lehet, hogy belenézzünk a mai műsorba, ebbe a bizonyos videoklipbe. Tehát van egy új klip, amit mindjárt látunk. Az a Mindenki azt akarja című dalnak a Triek Remix, ami a Magyar Zenecsatornán most már gyakorlatilag 2,5 hónapja fenn van a legjobb 20 között. De ez is egy remake, mert ez volt már. Így van, igen, ez így van, emlékszem. Pontosan. De ez egy nagyon fontos állomás egyébként az Animal Kingdom történetében is, és akár a magyar hazai zenei viszonylatban is, hiszen 2011-ben mi meghirdettünk egy remix versenyt. Ha már mindenki otthon huszárkodik a kis számítógépével és a neten kalózkodik jobbra-balra, akkor mi úgy gondoltuk, hogy egy ilyen legális vonalat elindítunk, és 10 dalunkat közkincsé tettünk olyan formában, hogy az akapelláját föltettük a világhálóra, le lehetett tölteni. Igen, de nem csináltál remixet. Nem, viszont nem csináltál. És egy remix verseny. Nem volt időm, viszont azt mondjuk el, hogy több mint 600-an töltöttek le a szövegsávokat a határidőig, és a mai napig is de van állítva a kereső, ugye van most már ilyen szolgáltatás is, hogy amint valaki föltesz egy Animal Kingdom remixet, én kapok róla egy infót, és ilyen heti szinten 5-6 remix simán készül, még a 3 hónappal ezelőtt lezárt remix verseire is. Gyakorlatilag az volt a célja, hogy mindenkinek legyen egy saját Animal Kingdom remixe. Tehát mindenkinek legyen egy olyan stílusú verziója, amit ő szeretne a saját szája íze szerint, és érkeztek nagyon jó darabok is, sőt érkeznek a mai napig is, ahogy a Ricsi is mondta, megkerestek azóta, már tudjuk, hogy vége a remix versenynek, de ezt de használhatjuk, vagy kiírhatjuk, hogy ezt mi csináltuk, mert ez nagyon tetszik nekünk, és tényleg jók. Ti abszolút csak élőben, bármikor is felléptek, ti csak élő mikrofonokkal vagytok hajlandók, egyébként ez egy nagyon becsületes dolog, de mi a véleményetek a hazai jelenlegi pop élet képviselőiről, akár élőben, akár playbackben játszik, vagy énekel valaki? Legyen most ilyen izé van, ilyen gyors fogyasztó társadalom korát éljük. Igazából össze sem tudunk nagyon barátkozni a két valóságsor között befér egy zenekar. Hirtelen eltűnik, igen. Igen, tehát nagyon kevesen maradnak meg nem is tudnánk felsorolni az első, második, harmadik ilyen tehetségkutatóban, kik voltak benne a legjobb 10-be. Tibi, Jenő, Öcsi. És Klári. De van azért tényleg, ne csak a rosszat mondjuk, van tényleg sok tehetséges közöttük, akik megérdemlik, hogy még sokáig csinálják, de sajnos nem ez a tendencia, nagyon hirtelen felkapják őket, amit mi gyakorlatilag, nekünk 5 évbe került az, hogy az első demokazettától eljussunk odáig, hogy van egy lemezünk, és ekközben rengeteg mindent végigjártunk, tehát tényleg legalulról kezdtük, ahogy lehet ezt így fogalmazni. Olyan alulról, bocsánat, hogy engem is megkerestetek, hogy mondjak föl egyik lemezetekre, már nem tudom melyikre, ahol sok akkor a 90-es években ismert tévés, rádiós és diszkó személyiség fölmondhatott egy mondat az Animal Kingdomhoz, és már nem tudom mit mondtam, biztos csak pozitívat meg jót, mert itt vagy. A negatívat kivágtuk akkor, már akkor is. És az igazából arról szólt, hogy akkor mindenki elmondja a véleményét az Animal Kingdomhoz. Azóta egyébként ez enyém nem változott, nem tudom a többieké. Tehát fogalmat sincs, hogy mit mondtál, de nem változott. Jó, tehát tartod magad. Tudom, hogy pozitív. Tehát a pozitív oldal. Igen. Én nem hiszem, hogy rosszban lennénk bárkivel a magyar média szereplői közül. De eltűntek az életetekből azok a személyek, akik annak idején nem, mondjuk támogattak? A 90%-ban ugyanazok vannak most is a médiában, tehát 10-akárhány évvel később. Persze vannak új arcok és új csillagok, ami viszont nagyon szomorú, és ami miatt köszönjük, hogy ebben a műsorban szerepelhetünk, nagyon ritka a zenei műsor. Akár legyen az rádiós vagy tévés műsor, igazából nincs túl sok csatornánk, ahol szerepelni tudunk.
pedig mondjuk ez 15 évvel ezelőtt nem így volt, vagy 10 évvel ezelőtt, akkor még volt minden, minden egyes tévécsatornának volt legalább egy zenei műsora, volt ahol több is. Igen. De egyébként maga a szórakoztatás is átalakult. Tehát annó, amikor mi kezdtük a 90-es évek derekán, még a tömegdiszkó életérzés dívott, és ugye az 1000 fős diszkók azok ilyen simán működtek, és simán megéltek hétről hétre, akár több napon keresztül is, hogy nyitva tudjanak lenni. Hát most nyilván ez változott. Most már csak klubkoncertek vannak, egyrészt vagy nem tudják kitermelni, vagy felesleges is fellépőt hívni. Tehát nekünk is átalakult, és azért elég jelentősen a fellépéseink többsége az egyetemi, főiskolás, zártabb körű, hát közepben zajlik. Meg most már retrobulikba járunk. És retrosztok? Micsoda, a 90-es években nem sok olyan zenekar van, aki még él, mozog, jár, kell, énekel, színpadra hát, megy. Nyugodtan kimondhatjuk, hogy ti vagy. És a múltat is Zoltán Erika. Zoltán Erika múlt hétről, illetőleg én azt gondolom, hogy vannak még azért Hip Hop Boys, Happy Gang, Cosmic. Se a Hip Hop Boys, se a Happy Gang nem az eredeti felállásban. Tehát most ugye a háromból ketten összejövünk. A Vétek zenekar, ugye nem tudom, emlékeztek rá. Hát a Vétek zenekar családtam egyébként most nem a teljes létszáma sűrű koncert, ez lehetséges. Azért jönnek még, vagy jön a Kefir is hozzánk vendégünk. Jó, hát egyébként nekünk a célunk az előző mondatodra reflektálva pont ez, hogy a 13. kerületi tévében hétről hétre, így péntek esténként egy kis zenei piacot megmozgassunk, illetve érdekes személyiségekkel, szórakoztató kis talkshow-val megpróbálunk kecsegtetni. Hát én azt gondolom, hogy nekem megtiszteltetés, hogy itt lehettetek. Nem. Ja, hogy már menjünk? Jó. Akkor ezt elvihetem, ugye? Udvarias az volt, hogy lassan lejártam. Elmondtuk, ugye, hogy nem, egyébként igen, az új lemez, elmondtuk. Azt akartam, hogy mondjatok elmondtuk, még, hogy igen. Elmondtuk, hogy It's Right versenyek, honlapunkat elmondtuk. Akkor igen. Viszont egészségedre is. 2012-ben úgyis vége van a világnak, úgyhogy még hallgassatok addig zenét. Nézzétek a Lotters Klubot. Nehogy bennetek maradjon valami. Jövő héten majd a Kefir elmondja, jó? Azt akarod, hogy hányjuk ki. Akkor legyen. Ők voltak tehát az Animal Cannibals, Richie P és Kuka MC, egy hét múlva pedig egy új vendéggel találkozhatnak a Lotters Klubban itt a TV 13 műsorán este 6 órától. Ha addig valaki szeretne velünk kommunikálni, az info@tv13budapest.hu e-mail címre küldhet nekünk levelet, illetőleg, ha szeretne valamilyen vendéggel itt velünk együtt megismerkedni, vagy hogy én nyilvánvalóan beszéljek vele, az írja meg nekünk, ki legyen az a vendég, akivel én a Lotters Klubban akár egy hét múlva, vagy két hét múlva, valamelyik héten beszélgetek. Webes felületünk pedig a www.media13.hu. Itt lehet bennünket látni, és akár éjjel-nappal megnézni, visszanézni a műsorunkat. Legközelebb, tehát egy minut múlva találkozunk, és addig is ne felejtsetek el. Jók legyetek, szevasztok! Budapest nyáron sokkal szabadabb! 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 Budapest nyáron sokkal!